7 óra 45 perc van, köszöntjük azokat, akik most csatlakoztak hozzánk, és akik már néznek minket egy ideje. Az utóbbi időben, szerintem a COVID-helyzet óta egy kicsit változott a helyzet, legalábbis abban, hogy mivel és hogyan fordulunk orvoshoz. Sokan már csak legyintenek, úgyhogy az adatok sem biztos, hogy pontosak, erről is fogunk majd beszélgetni mindjárt Póta György gyermekorvossal, hiszen van egy grafikonunk, ami azt mutatja, hogy milyen mértékben nőtt az influenza-szerű megbetegedések száma az elmúlt időszakban. És nem tudom, mi az önök tapasztalata, szerintem sokunkkal előfordul, hogyha egy kicsit köhög, vagy fáj a feje, vagy mondjuk lázas, vagy fújja az orrát, akkor megpróbál otthon kezelni magát, és el sem megyünk orvoshoz, vagy netán el sem visszük a gyermekeket orvoshoz. Leginkább egyébként ez a szám állítólag a 3 és 5 éves gyermekek között nagy, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni Póta Györggyel, meg arról, hogy egyébként érdemes-e ilyenkor otthon kezelni, vagy azonnal rohanjunk orvoshoz. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval, hogy mik az első tünetek, ezt tegyük helyre, hogyha influenzáról van szó, és tudjuk-e otthon kezelni, vagy menjünk el minden esetben orvoshoz? Tehát az első tünetek, a klasszikus és az idei influenza nagyon sokan vannak, ez a görbe mutatja, hogy mennyire emelkedik a betegek száma, de klasszikus tünetekkel, tehát hirtelen kezdett magas láz, és az általános tünetek, tehát a fejfájás, végtagfájdalom, nagyon rossz közérzet, a második kérdésre induljunk orvoshoz, fölösleges, mert szegény orvos sem tud többet tenni vele, sőt a legjobb az, hogyha ágynyugalomban van a gyerek. Tehát én azt mondom mindenkinek, nyilván most a saját betegeimnek is, hogy vegyék fel a kapcsolatot, azért van a telefon, a telemedicinának a különböző módozatai, amit kidolgoztunk, tehát vegyék fel a kapcsolatot, de az akármennyire sok az influenzás, az esetek jelentős részében nincs szükség személyes találkozásra, hiszen ha lázcsillapítóra reagál, és tartjuk végig a kapcsolatot, akkor ezzel meg lehet oldani a dolgot. Akkor jól sejtem, hogy ez alapján akkor az itt látható adatok sem pontosak, hanem ennél véletlenül sokkal többen betegedtek meg influenza vagy influenza-szerű megbetegedések. Ez szinte mindig így van, hogy a lejelentett, ténylegesen lejelentetthez képest a nem olyan nagy tünetekkel járó megbetegedés, egyáltalán azok, akik nem jelennek meg a statisztikában, azok sokkal magasabb számok. Sima influenzaoltás van, ezt gyermekeknek ajánlotta, és hogyha igen, mikortól beadni, van értelme? Hát az életkor szerint ugye attól, amikortól már közösségbe járnak, van értelme, és időben pedig nem most, hanem inkább még a karácsony előtti időben, tehát ezt mindig minden évben elmondjuk én magam is, hogy akkor lenne jó, mielőtt még kezdődik a szezon, hiszen idő kell az oltásnak, hogy kifejtse a védőhatását. Na és az egyik ok is lehet egyébként, hogy miért ne rohanjunk feltétlenül orvoshoz, csak konzultáljunk, hogy túlterheltek az orvosok, és ugye az utóbbi időben egyre több hír volt azzal kapcsolatban, hogy hát nekem anyukaként, hogyha mondjuk visszaviszem a bölcsőbe a gyermeket, akkor elvileg kötelező lenne orvosi igazolást kérnem. Ugye most több budai orvos nyilatkozta azt, hogy megtagadják az orvosi igazolás kiadását, mert egyébként van olyan rendelő, ahol a rendelési idő 80%-a abból áll, hogy igazolásokat írogatnak az orvosok. Ez így igaz. Az igazolásoknak a rendszere ebben a formában értelmetlen, szakmailag semmi magyarázat, vagy semmi oka nincsen, és rendkívül időrabló. Tehát, hogyha be kell jönni személyes találkozóra minden betegnek azért, hogy egy darab papírt kapjon, ugye az előbb elmondtam, hogy nem érdemes bejönni, tehát ez fölösleges, ha pedig csak telemedicinával dolgozunk, akkor konkrétan az én asszisztensnőmnek is a munkaidejének nagyon jelentős része az a papír, tehát az elektronikus igazolások kitöltésével zajlik. De szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak elsősorban az időről van szó. Itt két különböző dolgot még szeretnék behozni a képbe, hogy a nézők ezt jól értsék. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a jogi környezete az egy hát relatíven nonsens dolog, ugyanis az orvosok igazolási kényszerét azt nem egészségügyi törvények, hanem az oktatási törvény írja elő, tehát nem az orvosoknak írja elő, hogy írjanak igazolást, hanem a tanulóknak írja elő az oktatási törvény, hogy csak igazolással jöhetnek vissza. Ezért van az, hogy hiába az egészségügy egyetért ebben a dologban, az oktatás ügyen lenne most már sok éve tartó vitánk, amiben nem megy a dolog. És a legfontosabb, amit az előbb említett is, hogy szülő úgy dönt, hogy el tudja látni a gyerekét, vagy egy telefonkonzultáció az orvossal el tudja látni.
innentől kezdve gyakorlatilag az egész igazoláskérés arról szól, hogy a szülő szavát, hogy beteg volt a gyerek, és hogy meggyógyult, azt az orvosnak kell egy pecsétes, aláírt papírral igazolni, mert az oktatás úgy hivatalosan nem fogadja el a szülőtől azt, hogy ő elmondja, hogy beteg volt a gyereke, és már meggyógyult a gyereke. Oly mértékben fontos téma, vagy foglalkoztatja egyébként az embereket, hogy nálunk volt bölcsődei szülői értekezlet, és a javarészét ezt tette ki, hogy értetlenkedtünk, hogy most akkor kell, nem kell, illetve hát az merült fel, hogy mi van akkor, hogyha el se viszem orvoshoz, mert mondjuk tudom, hogy otthon kell tartani, akkor a saját becsületemen múlik igazából, hogy visszaviszem-e, hiszen csak akkor kötelező a bölcsödének orvosi igazolást kérnie, hogyha egyébként az orvos kimondta, hogy ő beteg. Így van. De a másik, tehát az egyrészt az, hogy meg a mi véleményünk, tehát akik ezen a véleményünk, mi gyerekorvosok, úgy gondoljuk, hogy azt, hogy a gyerek milyen állapotban van, azt jelgőben a szülő tudja eldönteni. Tehát mi csak az a szülő által elmondott dolgokat fogjuk tudni majd értékelni. Tehát ilyen értelemben miért nem lehet direktben a szülővel ezt rögtön, hogy mondjam, egyenesbe hozni. Tehát ez az egyik nagyon fontosok. A másikok pedig az, hogy ez az egész papírmunka értelmetlen és fölösleges mindenki számára, hiszen pont erről van szó, hogy amit mondod, hogy a szülő, az, tehát ennyire meg kéne bíznunk egymásban, hogy ahogy gondolom ön, mint kisgyerekes anyuka, nagyon nem szeretné, hogy betegen vigyék be a más gyereket, hiszen akkor az ön gyereke is megbetegszik, ugyanezért az ember elvárja az egymástól, és ez tehát a civil gondolkodást azért sok minden benne erősíteni. Ez egy elavult rendszer egyébként, vagy egy eleve rossz rendszer? Hát az, hogy mennyire volt eleve rossz, nem tudom, mert olyan régi, hogy arra én emlékeznek, de hogy biztos, hogy most per pillanat fenntarthatatlan, értelmetlen, tehát jelen pillanatban ez így nem jó, és ebben a formában mindenképpen feltétlenül meg kell változtatni, méghozzá kardinálisan. Mi lehet a megoldás arra vonatkozóan, hogy a szülőnek mindemellett egyébként csak pár napja van, amivel kvázi gazdálkodhat és igazolhat? Hát ez a baj. Tehát ez a baj, mert a szülőnek kellene, tehát szeretném megnézni, nem mi találtuk ki a dolgot, sehol a föld, nincsen ilyen, vagy legalábbis most Európáról beszélünk, mert azt ismerem, a föld az nagy. Tehát Európában nincs ilyen rendszer. Tehát ott a szülő saját maga dönt, hiszen a szülő érdeke, hogy betegen ne járjon a gyereke közösségbe, ugyanakkor érdeke, hogy járjon közösségbe, hiszen nyilvánvalóan, hogy egy szülőnek nem lehet érdeke, hogy a gyerek bukjon meg, mert annyit hiányzik, hogy emiatt újra évet kelljen ismételni. Mindebből következik az, hogy a szülő igazolása, tehát hogy a szülő jelzése legyen az, ami számít, és ne az orvosé. Az orvosnak gyógyítani kell, tehát hogyha a szülő azt mondja, hogy szeretném megmutatni a gyerekemet, mert olyan beteg, az egy orvosi kérdés, és akkor ott vagyunk, és ezért vagyunk ott. De csak azért, hogy egy papírt kiállítsunk, amit a szülő jobban tud. Ön akkor mit üzen azoknak a gyermekorvosoknak, akik még nem csatlakoztak ehhez a, hát nem tudom, figyelemfelkeltéshez, sztrájkhoz? Ugye most néhány budai orvosról van szó. Ez nem, nem sztrájk, mert tehát hangsúlyozom, hogy ez nem sztrájk, hanem egyfajta értelmetlennek látszó, mi értelmetlennek tartjuk munkának a megtagadása, tehát ebben a formában, és én nem üzenni szeretnék, mert ez mindenki maga dolga. Mi szeretnénk egy egységes, országos és a kormányzattal egyeztetett jó megoldást kitalálni. Egyelőre még nem sikerült, a másik oldal még nem állt hozzá. Végszóra nagyon röviden, egy teljesen más témában, de mint szakember, kíváncsi vagyok a véleményére, hogy a Törökország és Szíria most már azzal küzd, hogy sokan azt mondják, hogy humanitárius katasztrófa lesz az a túlélőknek az ellátása, meg egyáltalán a helyzet kezelése, és nagyon sokan arra figyelmeztetnek, hogy komoly fertőzések indulhatnak el. Mi erről a véleménye? Egyrészt ott kint, és ez eljuthat-e ide? Hát az, hogy ott helyben nagyon komoly fertőzés veszély van, ezt azt hiszem egyértelmű. Tehát egy-egy ilyen helyen gondoljunk arra, hogy tönkre megy az ivóvízhálózat, tehát ez abszolút biztos, hogy ott nagyon súlyos egészségügyi vészhelyzet alakul ki egy ilyen hatalmas katasztrófa után, hogy hozzánk mi jön el, attól függ, hogy jönnek, menekültek, egyebek, tehát minden ilyen esetben nyilvánvaló, hogy ők tudják hurcolni, ezt tudjuk az ukrán háborúból mindenben, hogy ők tudják behurcolni a védett európai területre ezeket a fertőzéseket. Bóta György, gyermekorvos, köszönjük szépen. Én is köszönöm. És most...